Kis Tarcsán 2014. június 4-én az Ifjúság téren tartották a trianoni megemlékezést. A nemzetre mély nyomot hagyó történelmi csapásra emlékező esemény a himnusz eléneklésével kezdődött, amelyet a Simándi József általános iskola fúvószenekara kísért. Solymosi Sándor Kistarcsa polgármestere ünnepi beszédében külön kihangsúlyozta, hogy a párizsi békeszerződés nem csak a magyar nép számára volt nyilvánvaló igazságtalanság. Trianonban aláírt dokumentumot a győztes hatalmak békeszerződésnek hívják. Úgy érzem, bátran fogalmazhatunk úgy, hogy inkább békediktátum az. Diktátum, hiszen nem volt választásunk. Nem tárgyaltak velünk, és mégis minket büntettek a legjobban. Hazánk kétharmadát és 3,5 millió magyar honfitársunkat veszítettük el egyik napról a másikra. Azok, akik Magyarország határain túrogattak, új országokban találták magukat. Szülőföldjüket attól kezdve Romániának, Jugoszláviának, Csehszlovákiának nevezték. Az új határok családokat, barátokat, s több évszázadnyi történelmet választottak el egymástól. Nincs még egy olyan nemzet Európában, a világon, amely ilyen igazságtalanságot ért volna meg. Nem volt olyan nemzet, amelyet így módon sárba tiportak volna. Mi magyarok mégis békésen viseltük terhünket hosszú évtizedeken keresztül. Mert nem gyászolhattunk, nem mondhattuk ki az igazságot. Az igazságért börtön járt. Pedig már 1920 körül is sokan kimondták az igazságot. Francesco Nitti 1924-ben. Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. A leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel. Nincsen olyan francia, olasz vagy angol, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra rákényszerítettek. Herbert Henry 1925-ben. Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye. Lloyd George, angol miniszterelnök 1929-ben. Az egész dokumentáció, melyet a szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt. A beszédet követően Solymosi Sándor ifjabb Juhász István alpolgármesterrel karöltve leleplezte az újonnan emelt kettős keresztet, melyet Kistarcsa egyik új, történelmi égkövének szánnak. A keresztet Görbe József plébános szentelte fel. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak,
amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten fölmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Amen. Könyörögjünk! Urunk, Szent Atyánk, Te akartad, hogy fiat keresztje legyen minden áldás forrása, és belőle származzék minden kegyelem. Segíts jóságosan rajtunk, akiket ezt a Szent Keresztet fölállítottuk emlékül. Engedd, hogy Krisztus szenvedésének titkához, mindig ragaszkodva a földön, elnyerjük a föltámadás örök örömeit, Krisztus a mi Urunk által. Mindenható Isten, áld meg és szenteld meg ezt a keresztet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A kettős kereszt megáldására Riskó János református lelkészt kérték fel, aki az egész magyar nemzetet imáiba foglalta. Kedves testvérek, én most nem a tárgyakra gondolva mondok áldást. Igazán nagy köszönetem, hogy Kistarcsaváros önkormányzata felállította a megemlékezés két jelét, a trianoni emlékművet és ezt a kettős keresztet, és hagyj köszönjem meg, hogy méltóképpen emlékezhetünk a mi nemzetünk nagy tragédiájára. Hadd mondjak áldást a mi magyar nemzetünk tagjaira, azokra is, akik most itt jelen vagyunk, azokra is, akik távol élnek tőlünk, és nagyon nagy szeretettel, különösképpen is gondolva azokra, akik a határon túl élnek, és ezekben az évtizedekben, az elszakítottság évtizedeiben nálunknál sokkal nagyobb terheket és megpróbáltatásokat hordoztak. A Bibliából, Mózes 4. könyve 6. részéből így szól Isten igéje. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen. Karinti Frigyes levél kisfiamnak című megrendítő episztolájából mutatunk részletet, melyet Medve József adott elő. Dacfogott el, és furcsa makacság. Hát hogyan lenne kötelességem, hogy magamat szeressem? Így szóltam magamban. Holott én nem vagyok megelégedve magammal, holott én több és jobb szeretnék lenni, mint ami vagyok, holott én gúnyolom és dorgálom magamat. És mert a földön járok, ne fordítsam szememet a csillagos ég felé, melynek nincsenek határai, csak horizontja van. És mert nem tudok elleni étel és ital nélkül, tegyen meg Istenemné az ételt és italt. És mert nem tudok szólni másképpen, csak így, ne hallgassam meg azt, aki másképpen szól. S ha erőt adott nekem a föld, amelyből a vért szíttam magamba anyám emlőin át, ezt az erőt csodáljam a munkahelyet, amelyet végrehajtok vele. Dacfogott el, és makacsá. Embernek neveztem magam, azt kerestem, ami bennem hasonlatos másféle emberekkel, nem azt, amiben különbözik. Világpolgárnak neveztem magam, léleknek neveztem magam, mely rokon lelket keres, akárhol itt a földön, s a kell a pokolban is. És nem mondtam ki azt a szót. De ha házat építettek valahol, Pesten vagy Fogarason, vagy Szolnokon és Kolozsvárott, megálltam előtte, és úgy néztem, mintha az én házamat építenék. És ha virágot láttam nyílni a pilisi hegyekben, vagy a Kárpátokban, tudtam, hogy a virág nekem nyílt. És ha idegen emberrel beszéltem, és az idegen ember dicsérte a Láncidat, és a Dunát, és az Aggteleki cserkőbarlangot, és a Dobsinai jégbarlangot, és a Vaskaput, és a Balatonvizét,
akkor lesütöttem a szemem, és zavarba jöttem, mintha engem dicsérne. A város első embere nyilvánosan kiemelte a kettős kereszt létrejöttének legfőbb letéteményeseit. És megkérem az alpolgármester urat, aki az ötletadó volt, hogy ő adja át nekik ezt a szerény kis ajándékot. Tehát megkérem Varga Árpád urat, hogy váradjon ide, hogy át tudjuk neki adni a vérpótlónkat, és köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Zsiák Péter képviselő urat. Köszönjük szépen. Szép lett. És Sziládi Lászlót is kérem, hogy fogadja el köszönetünket. Koszorúzásra a 3 évvel ezelőtt adományokból elkészített trianoni emlékműnél került sor. A népes koszorúzók táborát a politikai pártokon túl még képviselte a Simándi József általános iskola, a városi óvoda, az alapszolgáltatási központ, a kistarcsai vállalkozók baráti köre, a Torony Lakópark Egyesülete és a Kivű Kft. A szózat és a székely himnusz eléneklése után a Hősök emlékművéhez invitálták az egybegyülteket. Itt az esemény zárásaként a gyönyörűen felújított emlékműnél helyezték el a koszorúkat, Solymosi Sándor és ifjabb Juhász István az önkormányzat nevében, illetve a Fidesz-KDNP kistarcsai csoportja.